sportosat. Híradónk vendége Tóth András, az Újpest egykori válogatott labdarúgója, a Megyeri úti Komplexum létesítmény vezetője. Szervusz! Jól mondtam? Jó, szervusz, jól mondtad. Ebben benne van minden ebben, ugye? Egy nagyon létesítmény szépen fogalmaztál, vezető. Hogy Komplexum. Hát Komplexum. Mert ugye adás előtt próbáltuk tisztázni a vonalakat, hogy melyik az út, melyik a futball. Mert több sportágnak volt font a labdarúgáson belül a profi klubnak, az utánpótlásnak az utén belül, akik a műfűvön és az edzőpályán minden nap ellepik a stadiont. Azon felül a cselgáncsosoknak, jégkorongosoknak, boxolóknak, birkózóknak, úgyhogy vagyunk elegen. Akkor egy kész Komplexumnak vezetője vagy, akkor így minden nap van munkád akkor. Nincs olyan nap, hogy ne lenne valami probléma, égető probléma, amit azonnal meg kellene oldani. Hát minden nap van gond, minden nap előfordulnak égető problémák. Most a bajnokság indulás előtt főleg a labdarúgással foglalkozunk kiemelten, mert hát a hétvégén indul a bajnokság. De hát ezt úgy kell elképzelni egy ilyen létesítményvezetést, mint akinek van egy családi háza, ahol bármikor előfordulhat bármi, azt azonnal orvosolni kell, legyen az egy rövid zárlat, legyen az egy dugulás. Volt úgy, hogy emiatt éjjel hívtak? Volt, igen. Volt olyan, hogy lefagyott a jéggép, illetve leállt a jéggép, és egyszerűen nem keringett a folyadék a fagyasztóba, vagy volt olyan, hogy leállt a kazán, nem tudták fűteni az öltözőket, hajnalra nem volt meleg víz, mit csináljunk, hirtelen intézkedni kellett. Előfordulnak, igen, ilyenek. Nem rendszeres, azt az a jó. Nem mondom, hogy rendszeres, az a jó. De előfordul. Hát, ha rendszeres lenne, akkor el kéne gondolkodni, ugye, hogy akkor mióta hát, azért az végül nem is lenne ezért jó. Vagyunk, hogy persze. Ha valami probléma, hirtelen probléma van, akkor azt orvosolni kell. Futballpálya rendben van? Ilyenkor is van bejárás az MLS részéről, vagy nincs? Tehát... Van bejárás. Ez úgy kell, hogy mondjam, hogy van egy biztonsági igazgatója a futballklubnak. Ők bérlik tőlünk a stadiont, mi tőlünk telhetően a legnormálisabb állapotban az időjárás függvényében átadjuk a stadion nekik a mérkőzésre. Most ez egy különösen fontos előírás az MLS részéről, hogy mérkőzés előtt 3 vagy 4 órával át kell vennie a labdarúgó klubnak a stadionokat, és mérkőzés után mi szeretnénk mindig eredeti állapotában visszakapni. Most az előkészületek megtörténtek, hál' Istennek az idő is olyan, hogy nem lehet kifogás az új, most 1 éves lesz nyáron a gyepszőnyeg, reméljük, hogy a továbbiakban is ilyen minőségben megmarad továbbra is. Én úgy látom, hogy tökéletes állapotban van a pálya, ha nem jön valami. Van alatt a fűtés, vagy valami? Alá van dréncsövezve, fűtés nincs. Ezek csak egy ilyen lyuggatott műanyag dréncsövek, amik szívó hatást fejtenek ki, és elszívják a felesleges vízmennyiséget a pálya tetejéről. Elviekben, hogyha egy nagy záporeső vagy zivatar van, akkor is át kéne, hogy folyjon normális körülmények között ezen a talajon. És átfolyik kiszívül? Van, ahol átfolyik, van, ahol nem. Maradjunk annyiba, hogy eddig még nem volt vele probléma. Amit én nagyon hiányolok, hogy illetve nem is hiányolok, hanem sajnálok, hogy amikor a stadion után megépült a jégpálya, akkor az a forró vízmennyiség, ami fölöslegesen pocsékba elfolyik, azt át lehetett volna vezetni, nem egy olyan óriási ráfordítással ezekbe a dréncsövekbe, hogy fűtse alulról. Tudomásom szerint az MLS-nek elképzelése, hogy egy határidőtől minden pálya alá legyen csövezve és fűtve legyen. Ez azt hiszem UEFA előírás is, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy e felé tendál minden. És akkor mi már előrébb járnánk, hogyha ezt megcsinálták volna. Amúgy a pálya jó, rendben van, nézők jöhetnek, korlátok vannak. Bizonyos korlátok vannak, az új beléptető rendszer elkészült, ami a többi csapatoknál is folyamatban van, a többi NB1-es csapatnál is folyamatban van. Ha jól tudom, most talán Szombathelyen, nem vagyok benne, nem, Diósgyőrben, ha jól tudom, ott csinálják. De amilyen elkészült, tökéletesen működik, és azt hiszem, hogy
erre nem lehet panasz. Ráadásul itt a tavasz, akkor nem lesz gond a pálya átadással. Át... Eddig úgy néz ki, hogy nem lesz semmi gond. Minden rendben lesz minden akkor. Rendben. Ugyan papíron nem az Újpest futballcsapatához tartozol, de végig is ott élsz velük együtt, ugye pár méter távolságra van ugye a futball irodaháztól a te székhelyed. Mennyire látsz bele, mennyire szoktad figyelni a futballcsapat életét, hogy hétköznap, edzések, stb. Ha arra gondolsz, hogy az edzéseket, az előkészületeket, ami a labdarúgással kapcsolatos, azokban nagyjából otthon vagyok. Látom sokszor az edzésüket, látom, hogy milyen edzésmunkát végeznek, látom, tudom, hogy ki az, aki teljes értékű munkát végez, ki az, aki külön dolgozik, ki az, aki a konditeremben van, ki az, aki a csapattal együtt edz. Láttam tegnap meg ma a bajnoki mérkőzésen már a konkrét előkészületeket, az egymás közötti játékot, azt, hogy milyen taktikával játszanának. Ezeket látom, ezekre vannak. Akkor úgy képbe van vagy az Újpesttel kapcsolatban, azt lehet mondani akkor. De azért azt nem mondom, hogy teljesen otthon vagyok benne, mert vannak olyan dolgok, amiket még én sem látok, hiába nézem az edzéseket, mert ezek öltözői dolgok, amikben nem nagyon van az embernek belátása. Nem beszélve arról, hogy a felkészülés javarészét idén kétszer 10-11 napot Törökországba töltötték, tehát azokat a finom dolgokat ott csinálták, nem itthon. Milyen lesz a tavaszi Újpest? Mert ugye hát most 10. helyen áll az Újpest 22 ponttal. Nem egy acélos. Nagyon. Most erre csak azt mondom hirtelen, hogy nagyon sűrű a mezőny, és tényleg nagyon kevés ponttal vannak a harmadiktól lemaradva. Ugyanakkor veszélyes is, mert a kiesőtől is kevéssel vannak előrébb. Hát most az, a rossz nevek szerint most a kieséssel most nem, már senkinek nem kell foglalkozni. Ez szóba se jöhet egy Újpestnél, meg ennél a csapatnál. Meg amúgy se, de most állítólag már ez... De még ennek ellenére se, amire gondolsz, ennek ellenére se. De én azt mondom, hogy aki figyelemmel kíséri az Újpestnek a játékát és a mérkőzéseit éveken keresztül, most visszamenőleg csak 2-3 évet mondok, akkor azt tudom mondani, hogy óriási változáson ment keresztül a csapat, illetve nagy eredmény az, hogy idáig eljutott. Tehát összesen lehet hasonlítani azt a játékot, amit korábban egy-két évvel ezelőtt játszottak, mint amit most játszanak. Csak az eredményesség hiányzik. Ez megint csak azt mondom, hogy egy kicsit pech, meg egy kicsit az összeszokottság hiánya, hogy folyamatosan érkeztek a játékosok, folyamatosan kellett őket beépíteni, sajnos sérülések is akadályozták, gondolok itt a Lázár Bencének, vagy a Barcinak a sérülésére, vagy a Simon Krisztiánnak a sérülésére, akik azért, amikor már kezdtek magukhoz térni, és kezdtek beépülni a csapatba, lendületet adtak, és meghatározó játékosokká válhattak volna, vagy meghatározó játékosok voltak egy-egy mérkőzésen. De remélem, hogy most mindegy, illetve hát a Lázár Bence már egészséges, Simon Krisztián edz a többiekkel, összeállt a csapat, remélem, hogy nem akadályozta semmi olyan komoly dolog a felkészülést. Remélem, hogy egy jó rajttal tényleg oda tudnak kerülni az élmezőnybe. A Berga tréner, Jos Derden azt mondta, hogy a csapat erőssége pont az lesz, hogy együtt maradt a csapat. Hát igen. Nincs nagy mozgás, együtt maradt, és épp ez lehet a jó. Ez minden csapat életében egy fontos momentum, hogy az átigazolási időszakot úgy tudják abszolválni, hogy ne menjen el játékos. Az már eredmény, és azt kell, hogy mondjam, manapság ma Magyarországon tényleg nagy eredmény, ha egy csapatot együtt tudnak tartani. Most itt nem a pénztelenségre hivatkozom, hanem arra hivatkozom, hogy van, ahol több pénz van. Van, ahol több lehetőséget tudnak biztosítani egy játékosnak. Az, hogyha együtt marad egy csapat, az már egy nagyon nagy dolog. Az már egy érték. Az, hogy még hozzá tudnának ha meghatározó játékosokat posztra hozni. De az most nem történt meg az Újpestnél nagyon. Nem baj. Ez a csapat egyre inkább összeérik, egyre inkább jobb lesz, és egyre inkább jönnek az eredmények ezáltal, hogy összeér. Összeér. Hát gyorsan összekérni a csapatnak, mert ugye most jön a Paks szombaton, ugye megy elő úton. Utána igen, a Ferencváros. Mi lesz Paks ellen? Paks ellen
A Paks egy nagyon veszélyes csapat. Ráadásul az edzőjük egy nagyon rafinált, komoly, taktikus róka, aki mindig ki tud találni. Nekem nagyon tetszik az ő, nem ismerem pontosan a munkáját, de az ő elképzelése nagyon tetszik, hogy mindig győzelembe akarja hajtani a csapatát, és mindig csak a győzelem a támadó játék. Nagyon veszélyes, amit ők játszanak. Nagyon oda kell figyelni, de én azt hiszem, hogy első mérkőzés, a szurkolók buzdítása, a csapatnak már szeretnének minél előbb bajnoki meccset játszani. Mi is így voltunk annak idején, már nagyon vártuk a rajtot, akkor mindig feldobott az ember, és mindig többet akar, mint ha már itt tartunk, tényleg, ti régen hogy tudtatok visszaállni a bajnoki ritmusba? Hogy éltétek meg, hogy hosszú szünet után? Hát, én azt tudom neked mondani, hogy más volt, egész más volt. Uh-huh. Most nem nagy képűség, de a 70-es években nem volt olyan év, hogy az Újpestet egész 78-ig, 79-ig ne hívták volna minden évben Dél-Amerikába, amikor a felkészülési időszak volt. Ez volt a január, volt természetesen, amikor 2-3 hétig Tatán voltunk, és a nyelvünk kilógott, annyit futottunk, de ez kellett is, ez nyilvánvaló. Akkor volt mindig januárban egy olyan komoly felkészülés, ami az egész évre az előállapotot meghatározta. De voltak olyan időszakok, mondom, a 70-es évek elejétől egész 78-ig, hogy akár a válogatottal, akár, és hát az Újpestnek javarésze válogatott játékos volt, akár a csapattal rendszeresen Dél-Amerikában egy hónapot, 4 hetet voltunk Kubában, voltunk Japánban. Ezeket a téli időszakokat mi játékkal vészeltük át. Aztán a nyári időszak megint csak az, hogy jegyezve volt az újpesti dózsa, mert azért mi a bekbe a legjobb 8 között minden évben ott voltunk. És Spanyolországban ezek a nagy tornák arra alapultak, hogy a keleti régióból ezeket a jó csapatokat azért bemutassák. Hiába volt ott az Ajax, hiába volt ott a Flamingo, csak mondom neked, Cadizban, az Icoék ellen játszottunk, óriási élmény volt. Hiába volt ott az argentin válogatott. A 78-as VB előtt, 76-ban már együtt volt ez a csapat, és játszottunk ellenük a Maradonáék ellen, 2-0 ugyan kikaptunk, de hát azért egy argentin válogatottól kikapni 2-0 nem csúnya. Szóval lényeg az, hogy minden évben, nyáron pedig, hát mondtam, ezeken a spanyol túrákon voltunk. Amikor meg nem voltak ezek a túrák, akkor komoly kemény felkészülés volt nekünk is. Ugyanúgy futottuk a kilométereket az erdőbe, ugyanúgy futottuk fönn a hegyen a kilométereket, a Tatai tó körül, de azért mi jobban szerettük ezt a játékos alapozást, amikor átvészeltük játékkal. A mostaniaknak akkor elég nehéz, főleg azoknak, akik nem is mentek még 10 napra se Törökországba. Másfajta most a egész, tehát maga az edzésmunka is egész más, mint a mi időnkben volt. Például, csak egy példát mondok, hogy nézem az edzéseket, és egy hétig, nem láttam egy hét alatt például kimondottan kapura lövő gyakorlatokat. Ők más módon iktatják be a kapuralövést az edzés munkába. Nálunk például egy csütörtöki napon kimondottan a délutáni edzés csak kapuralövéssel telt. A mindenféle fajta beadásból, kapással, kapura rúgni, rávezetni a kapusra, és szóval mindenféle variáció, de kapuralövés volt. Manapság én ezt nem látom. Másképpen van felépítve. Fogalmazunk így, bízunk benne, hogy megkapják, ugyancsak másképpen. És végül is én nem vagyok edző, lehet, hogy azok az edzők, akik ezt csinálják, ők értenek természetesen hozzá, ők ezt jobbnak látják. 17-szeres válogatott vagy, még világbajnokságon is futballozhattál, ugye, sőt, még az olaszoknak gólt is lőhettél. Nagy múltad van, ennek ellenére a csövekkel, az üvegekkel foglalkozol, nem a játékosokkal. Amikor kérted, hogy jöjjek be és beszélgessünk rólam, úgy előre kicsit készültem, és úgy gondolkoztam rajta, hogy mi az, amit kérdezhetsz, mi az, ami még érdekli a nézőket belőlem, mert hát eltelt az idő, az ember 64 éves, hát elmúlt. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt is biztos, hogy... Jól tartod magad még mindig. Köszönöm szépen. Gondoltam rá, hogy biztos meg fogod kérdezni, hogy miért nem lettem edző. Nagyon sok helyen elmondtam, és nagyon sokan kérdezték, és neked is most is csak azt tudom mondani, hogy az én szememben a jó edző, mert lehet edző bárki, de jó edzőnek kell lenni. Tehát a jó edző elsősorban nálam pedagógus, jó pedagógus.
Most én magamban nem éreztem egyáltalán olyan pedagógiai hajlamot annak ellenére, hogy apám jogász volt, édesanyám tanítónő, értelmiségi családból származom, mert a bátyái mérnökök voltak, mert az egyik meghalt, másik villamosmérnök. De a lényeg az, hogy nem éreztem magamban olyan pedagógiai érzéket, ami az én meglátásomban egy jó edzőnek kell, hogy legyen, mert valahol 20-22 játékos alkot egy csapatot. Itt kezdődik. Most abból csak 11 játszik. És az a 9-10 az egész héten arra készül, hogy na most hát, ha én is fogok játszani, azokból kell tartani a lelket. Kell ambicionálni őket, hogy úgy készüljenek egész héten, hogy lehet, hogy ők fognak játszani. De én, mint edző, tudom, hogy nem ők fognak játszani. Uh-huh. De el kell játszanom azt, hogy lehet, hogy ők fognak játszani. És ehhez nagyon jó, csúnya kifejezést mondok most erre, nagyon jó színésznek kell lenni. Szép dolog a színészség, de ilyen értelemben csúnya dolog. Tehát uh-huh. be kell tudni csapni a játékost jó értelemben. De te nem akartad semmilyen szinten őket. Motiválni. Én ezt nem tudom. Én az arcomról leri, hogy hiába mondom neki azt, úgysem fogja játszani. A másik pedig az, hogy kell tudni, és hiába mondják, hogy együtt van a társaság, mindenhol vannak klikkek. Kell tudni ezeket a klikkeket kezelni. Kell tudni a sértődött játékost kezelni. Kell tudni eljárni a vezetők és a játékos között. Tartani kell ezt a mérleget. Na és hát nem beszélve arról, mondjuk edzést tartani, aki 20-25 évig futballozik, nem egy olyan nagy kunszt. Mert azt egy edzést levezetni, én is le tudnék vezetni. Nem ez a dolog. Megszállottnak kell lenni. Csak azt tudom mondani, hogy a Baróti Lajos bácsi nem volt olyan délután, amikor edzőtáborban voltunk, hogy pihenő után ne hívott volna minket össze, és a gyerekek most akkor nézzük meg ezt a meccset, a tévében meccs van, vagy vetítek nektek egy meccset, nézzétek ezt meg. Neki csak a futball uh-huh. körül forgott minden. Ő nem tudta volna elképzelni az életét én szerintem futball nélkül, az 100%. Ő át akarta plántálni a játékosokba és mindenkibe, hogy csak a futball, és minden a futball körül forog. Semmi más nem létezhet, csak a futball. Sokszor fárasztó volt, meg nehezünkre esett egy kicsit, mert már most megint csak hülyeséget mondok, de megutáltatta velünk, nem utáltatta meg, mert mi szerettük. De mintha megutáltatta volna velünk, mert már megint nézzük ezt a filmet. Hát most inkább elmentünk volna pingpongozni, vagy elmentünk volna teniszezni ott fönn az edzőtáborba, vagy lábteniszezni. De most üljünk le megint nézzük, már unalmas volt sokszor. De hát mentünk, csináltuk, mert ez kellett. Te akkor nem éreztél elhivatottságot az edzőpályára? Mit éreztél? Mi az, ami úgy neked fekszik? Bejött egyébként a civil élet? Nem panaszkodom, mert azt csinálom ott, ahol felnőttem, most már lassan 48 éve az Újpesti stadionban, két sarokkal odébb születtem, nekem az az otthonom, és Újpest a mindenem, de én jól érzem magam. Az, amikor egy évig nem találtam a helyem, az MTK-nál abba hagytam, mert itt az Újpestnél, mikor visszajöttem külföldön, nem tartottak már igényt rám, mondván, hogy öreg vagyok, fiatal csapatot uh-huh. akarnak. Akkor még az MTK hívott két évre, mondtam is Somogyi Jenő bácsinak, hogyha tudok segíteni, segítek, szívesen megyek. Ő is kezet fogtunk, semmiféle ilyen megállapodás, vagy hogy én mit kérek, vagy hogy rögtön azt mondta nekem, hogy na maga megkereste a pénzét két éven keresztül Belgiumban, ne kérjem most semmit. Na, Jenő bácsi, nem is kérek én semmit. Majd két év után leülünk, és hogyha tudtam valamit segíteni, akkor maga megmondja, hogy uh-huh. mit ad nekem ezért, mert én két évig itt voltam. Kaptam egy kiutalást, egy 1600-os zsigulit, amit nem soron kívül, de nem ők fizették, nekem kellett kifizetni, csak akkor óriási dolog volt, hogy soron kívül kaptam egy kiutalást. Ez volt a szerződés. Két éves béred? Igen, ez volt a szerződéskötési bérem. Szóval egy évig utána úgy tengtem, a belügybe dolgoztam egy évig, de hát az nem nekem való volt. És akkor a Rajna Karcsi hívott az Újpesthez, beszélgettünk elég sokat, kérdezte, hogy kin, hogy mennek a dolgok, hogy működik egy klub, hogy vezetnek ott egy klubot, elmondtam, hogy ott hogy működik. Ő lett a szakosztályának, és mondta, hogy gyere ide mellém, technikai vezetőnek, aztán később technikai igazgató lettem. De sajnos olyan időszakban csöppentem bele ebbe a technikai vezetőségbe, amikor egyrészt az Újpesti Dózsa és a belügyminisztérium megvonta az összes támogatást a labdarúgástól, és hát az állam is megvonta a futballtól az összes 90-ben az összes támogatást, és akkor kezdődött a koldulás, ami végig kísért egész
technikai vezetői pályafutásom során, mert jöttek-mentek a hát nem akarom bántani őket, jó, igen. Vagy jobb, vagy jó vezetők, akik ígértek is, meg adtak is, de nem is adtak, meg nem is ígértek, meg ígértek, igen, aztán nem adtak. Szóval ezt ismeri mindenki a történetet. Végül 2001-ben nem bírtam tovább már, és amikor adott ez a lehetőség, hogy megkérdezték, hogy vállalnám-e, akkor örömmel vállaltam ezt, hogy én legyek a létesítmény vezetője. Főleg azért, mert itt maradhattam a futball mellett, itt maradhattam Újpesten. Jól tudom, Berecki Pistától. Berecki Pista volt, ő nyugdíjba ment, igen. Ő nyugdíjba ment, illetve hát nyugdíj előtt még Tatabányán volt egy-kétig, de már nyugdíjas korában. Tehát innen már nyugdíjba ment, és utána kerültem én ide. Őszintén, mennyit foglalkozott többi szakosztálya? Sokat a futball leköt, vagy azért próbálsz? Most őszintén megmondom neked, hogy foglalkozom, mert nem lehet nem foglalkozni velük. Persze. Tehát egyrészt napi kapcsolatban vagyunk. Találkozunk reggel, találkozunk délben, találkozunk délután. Vagy vannak olyan sportos napok, amikor a cselgáncsosokkal láptaniszezünk, és ez bent mezítlába tatamin folyik. Igen. És akkor kénytelen vagyok észrevenni, hogy penészedik a fal, kénytelen vagyok észrevenni, hogy pókhálós a fal, hogy nem ég az egyik armatúra, ha nem is szólnak, észreveszi az ember. Ezt akartam, hogy neked szólni kell ahhoz, hogy mesélj, hogy te magadtól észreveszed, és mielőtt szólnának, te intézkedsz. Sokszor leszídom a beosztottakat azért, mert azért veszekszem velük, hogy ti ezt nem érzitek magatokénak. Ebből látszik. Elmentek mellette, hogy ott az a kosz, nem az lenne az első, hogy azt fölmosnátok, vagy összeszednétek, hanem elmentek mellette, és szólni kell. Ha te ezt otthon látnád, biztos, hogy megcsinálnád, biztos, hogy fölvennéd. Érezd egy kicsit te is magadénak ezt a stadiont. Én most nem akarom magam dicsérni, de csúnya is lenne, ha nem érezni magamnak 48 év után. De szóval észre kell venni. Kialakult a labdarúgóknál egy olyan gyakorlat, hogy van egy dátumos füzet, minden nap én oda megyek reggel, aláírom, és ha látom, hogy van valami bejegyzés, akkor azt azonnal orvosolni kell, ha tudom, mert van egy TMK brigádunk. Ha tudom, akkor velük, ha nem, akkor természetesen. Reggel mikor kezdesz? 7:30 körül. És meddig vagy ott? Kötetlen a munkaidő. Általában 3-ig, 4-ig, 5-ig, mindig ahogy kell. Sajnos időnk hamarosan lejár, kicsit focizzunk még, nagyon röviden. Újpest hol fog végezni a bajnokságban? Én nekem az a véleményem, hogy ezzel a csapattal közvetlen az élmezőny mögé oda tudnak kerülni. Egy kis szerencsével talán. Az ötödik hely? Azt mondod, meg lehet ötödik, mondom, hatodik ötödik, hely? Az hatodik hely reális. Ötödik, most adték a Fradival. Igen. Hát ez mindenki életében a meccs, úgy mondják. A mi időnkben is így volt, most is így van. Hát de most megkeverni a Paksot, most jól lefebződöttem, kikaptok, és akkor most mi van? 3 ponttal kevesebb, ennyi, de... Szokják a gyerekek a zöld színt, mert a Paks is zöld, úgyhogy nem lesz gond 1 hét múlva, illetve 2 hét múlva. Válogatott. Mi lesz a románok ellen? Már lassan most már közeledik a mérkőzés. Nagyon szomorú dolog ez, hogy zárt kapus mérkőzést kell velük játszani, és én azt mondom, hogy egy ilyen szurkolótáborral a hátuk mögött, ha ez rendes nyílt meccs lett volna, akkor esélyesként léphettek volna pályára. Így én nagyon félek tőle, hogy szoros eredmény lesz, és nem tudom, nem merek nyilatkozni. Bármi benne van, akkor úgy gondolod, hogy sajnos bármi benne lehet ebben a meccsben. Sajnos bármi benne van. Én bízom benne, hogy győzni fognak, mert nagyon-nagyon fontos lenne, de így nagyon nehéz lesz. Mikor te utoljára a labdába? Állítólag még mindig láptengózol, még nyomod? Igen, volt egy óra ebédidőnk, egy óra szabadidő, amikor van egy társaság, Sarlós Vandi, Juhász Peti, Urbán Flóri néha, Szlezák Zoli néha beszáll, Zámbó Sanyi, és láptaniszezni szoktunk. Na most ez volt ma délbe, ebédidőben. Fáj is egy kicsit a lábam, de hát ez ki lehet bírni. Kívánom, hogy még sokáig bele tudjál rúgni a labdába. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. További sportosat. A Dino Sport híradót támogatja a Nemzeti Sport.
ismét Dining City étterem hét budapesti és vidéki toppéttermekben fixáron. Három fogás 3300 forintért, március 18-24-ig. Étteremfoglalás február 20-ától a www.étteremhét.hu. Itt a BDK. Köszönjük bejelentését! BDK. Fényt hozunk Budapest életébe. Hív a bejelentés honlapunkon és már okostelefonon is. www.bdk.hu. Felfrissíteni frizuráját, megújítaná külsejét, vagy csak kikapcsolódásra vágyik? Blanch Salon. Teljes szépségápolás, fodrászat, kozmetika, testkezelés, műköröm és reflexológia vendégeinknek, vendégeinkért. Blanch Salon. Mert az egyediség a szépségbirodalmában kezdődik. Megújult a Superinfo. A Superbrands 2012 díjat nyert országos laphálózat már 2000 terjesztőponton, hogy minden otthonba eljuthassunk. A legjobb akciók, a legnagyobb megtakarítások, ötletek, politikamentes hírek, érdekességek, hirdetések. Címlap, sztori, paparazzi, tévéműsor, életmód, rejtvény, recept. Több mint info. Superinfo. www.superinfo.hu. Megjelent a Hihetetlen magazin februári száma. Elképesztő régészeti leletek, foszforeszkáló aranyvárosok, élet a halál után. A februári Hihetetlen magazin keresse az újságárusoknál. Fantomműtétek, szellemlevétel, energiaátadás. Mindez az Egészség percekben Tihanyi Tamással. Új időpontban hétfőnként 21 órától itt a 6-os csatorna műsorán. Telefonáljon! Egy forró illatos tea mellett úgy el tudunk lazulni, és könnyebben beszélgetünk olyan dolgokról is, amiről máskor talán nem. Például egészségről, egészséges életmódról, de persze szeretünk csevegni kultúráról, színházról, építészetről, zenéről, és nagyon sok olyan dologról, amiről egyébként máskor nem. Te a Glóriával, minden szerdán este 19:30-tól a 6-os csatorna műsorán. Teázzanak velem! A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanch Salon készítette. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Azt, hogy szeretnek. Nem tudom. Nem tudom. Tehát egyszerűen próbálom újra, de nem, valami kiégett, valami baj van. Ezt érzem. Egy csészényi kedvesség. Olyan rendezőkkel dolgozhattam, akik látták bennem ezt a sok színűséget, és mint színházvezető is igyekeztem úgy terelni a dolgokat, hogy ilyen oldalamról is annak idején megmutatkozhassak. Egy cseppnyi szenvedély és egy jó beszélgetés. Lillás reggeli Paul Lillával szombat és vasárnap délelőtt 10 órától a 6-os csatorna műsorán. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanch Salon készítette. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.